Gulyás László a Honvédségnél ismerkedett meg a repüléssel, pontosabban az ejtőernyőzéssel, amitől azóta sem bír megválni. Csak hogy most nem ejtő, hanem paplan ernyővel cikázik a fellegek fölött. Az elmúlt 10 év folyamán berepült az egész országot, és nemrég nekivágott a nagyvilágnak is. Az európai országok után körberepült több arab országot is. Sőt, nemrég tért haza Nepálból, ahol a Himalája Lankáiról szállt fel azért, hogy meghódítsa a világ egyik legzordabb vidékét. Ilyen fejkamerát is vittem. Nem tudom elmondani, tehát az, hogy ott Nepálban tehát a Korcsung csúcsról 4500 méter magasról lesiklani, egész egyszerűen nem is volt emelés semmi, tehát nem, ráadásul, ha lehet így mondani, hogy biztonságos volt az időjárás, tehát nem voltak ilyen dobálós részek, hanem nagyon szép, könnyű lesiklás, csak úgy, hogy településeken keresztül, tehát nagyon-nagyon hosszú távon keresztül, és egy iskola udvarán sikerült landolnom. Most a Korcsung csúcson vagyunk, 4520 vagy 50 méteren, fölérkeztünk éppen, pont estére, tehát hajnalban sötétségbe indultunk, a serpák segítségével, tehát ők vitték az összes cuccunkat, így is éppen, hogy csak fel tudtunk. De volt hideg? De, nagyon hideg volt, csak mivel nincs oxigén, nem érzed a hideget. Itt már a levegőben, Himalája. Nagyon-nagyon hideg volt. Nem féltél? Hát mitől? Hát siklóernyős vagyok, mitől féljek? És sokkal jobban érzem magam, csak látjátok, hogy ott valamelyik faluban majd ott valahol, oda repülök valahová. Nem, én se tudtam, hogy hová, valami helyet kell keresni. Itt kicsit lejjebb, egy óra múlva, vagy fél óra múlva bekapcsoltam újra a kamerát. Egymással rádión tudtatok közeveszni? Így van, persze, be voltunk rádiózva természetesen. Hát muszáj volt tényleg, hát nagyon nagy a távolság. Az eléggé parázol, nem? Hát nem, csak szétfagytam. Kölcsönernyő, kölcsönbeülő. Tehát nem, én nem vittem a saját cuccomat, ugye hát úgy elosztoztunk, hogy a repülőtéri illeték, meg mindegy legolcsóbban kijöjjünk. Hát nem vagyok milliómos, egyszerű parasztember vagyok. Mennyire 7 kiló volt az egész. Hát sok vagy kevés, kinek sok, kinek kevés. Nekem éppen pont volt annyit. Ide szálltam le, iskola udvar. Mit szóltak ezek a gyerekek? Hát nem tudták, hogy mi van vele. Megint kavikulás. Ráadásul lent 40, plusz 40 fok. Párás, nagyon meleg levegő, én meg fölöltözve, mint a Michelin baba. Hát másfél óra múlva itt vagyok. Itt a kis söröm. És itt az út mellett, itt várom épp a többieket. Valahol ott az ernyőm, kitettem, hogy ha busz jön, akkor meglátja az ernyőt, és megáll. Itt is vagyunk a busz tetején. Itt a csapatunk. Hát nem volt hely már bent. Vezetékre nagyon kell vigyázni. Ő a jegyszedő, így mászik föl a busz oldalán. A buszba kívül? Az is tele van? Te, nyakik, azért mondom, hogy csak a tetején volt hely. És így tudtunk. Fölpattantam a hátuljára, de úgy, hogy éppen futni kell utána, tehát nem várnak meg, nincs szőrözés, semmi. Gyorsan fölkapaszkodsz, és majd menet közben fizetsz, vagy ha nincs pénzed, akkor nem. Laci azt mondja, hogy ha valaki igazi szegénységet akar látni, az mindenképpen menjen el néhány napra Nepálba. Ott egy olyan országot láthat, ahol miközben a médiában folyamatos az agymosás, az utcán minden gyermek koldul. Ne röhög, mert remeg a kamera. Ezzel beszéljen az Obama. Azt nézzétek, össze-vissza, minden összetekerve, drótozva, kicsit megfazára, nem számít, tovább. Ahhoz, hogy jobban megérthessük, hogy miről is szól a paplanernyőzés, Laci egy közeli tisztásra visz bennünket. Egyébként egy permetezőnek a motorja, stabil motor, ezt úgy hívják. Uh-huh. Tehát nincsen benne luk, ha értesz. Igen. Tehát oda pakolsz neki hirtelen a gázkart, ami itt található. Ennyi. Ennyire egyszerű az egész cucc. Ahogy lepadlózod, abban a pillanatban minden erőkifejtés nélkül felgyorsítja a légcsavart a megfelelő fordulatszámra. Ez a fő karabiner, 2 darab van belőle, itt az egyik már be van kötve, és a másikat most... Így van, és ezt bekötöm. Van egy ilyen gyorsított része, de én inkább a lassított, most éppen nektek szeretnék így produkciókat csinálni, és inkább ebbe a bekötésbe teszem. Gyere, fogjuk meg! Mi? Repüléshez szükséges egy kis szél is, ami ezúttal alig volt.
de Lacinak végül kisöccse és a permetező motor segítségével, na meg néhány próbálkozás után valahogy mégis sikerült felszállnia. Elképesztő látvány volt. Milyen volt? Nagyon jó, én szeretem. Őrületes egyébként, nagyon termikus eső volt, napkisütött, és nagyon termikus össze-vissza dobálni, és szélirány. Tehát nem véletlen volt ilyen keserves a elemelkedés is, össze-vissza fújt fent is. Láttátok az ernyőt, Öcsi talán jobban ért hozzá, és össze-vissza egyfolytában csak próbáltam az ernyőt fönntartani a fejem fölött. Gulyás László a hétköznapokban kőműves munkákból keresi a kenyerét, de igazából egy példátlan életművész. Túl néhány válláson és munkahelyen minden egyes percét megpróbálja úgy élni, hogy az legteljesebb legyen. Túl voltam mindenen, vegetáriánizmuson, és tovább, és tovább, és tovább, és családokon, és egyszerűen nem találtam meg vonalat. Viszont véletlenül egyszer kisodródtam ide, Ománba, Maszkatba, ahonnan ez a füstölő is éppen származik, vagy azt kóstolhatjuk, és ott rájöttem, hogy tehát nem azért nem lopnak, mert levegek kezüket, máshogyan gondolkodnak az emberek. Laci, ha éppen nem paplan ernyőzik valamelyik távoli országban, vagy az egyik szomszédos lejtőn, akkor a műhelyében fabrikál valamit, miközben folyamatosan zenét hallgat, vagy maga zenél. Úgy járhat szét az életemben, mint sóval átjárt levegő. Ő az örök lét, vágya bennem, kioldhatatlan szomjam.